Eins, zwei, drei, vier, fünf. Német óra Pálházán az általános iskolában. Ma még hagyományos módszerekkel, hamarosan azonban ebben az oktatási intézményben is a modern számítástechnikai eszközök segítségével tanulhatnak a gyerekek. A Hegyközi Általános Iskola óvoda informatikai infrastruktúrájának fejlesztése című Európai Unió által támogatott projektnek köszönhetően. A pályázatot még 2007-ben nyújtotta be az akkor még 4 oktatási intézmény tömörítő intézményfenntartói társulás Pálháza gesztorságával. A pályázati program mára valósult meg, melynek záró rendezvénye a Pálházi Inkubátorház konferencia termében volt. Szeretnénk elérni, illetve megteremteni, hogy azok a gyerekek, akik itt vidéken laknak, megkapják ugyanazokat az esélyeket, feltételeket, mint egy nagyobb városban élő gyerekek, és amikor ugye innen eltávolodva, mert nincsen középfokú oktatás, bekerülnek egy nagyobb városba, akkor ugyanolyan esélyekkel vehessék fel úgymond a harcot, illetve ugyanúgy meg tudjanak felelni az adott feltételeknek, mint az ottani gyerekek. A 15 millió 700 ezer forintot meghaladó, vissza nem térítendő támogatás többek között 12 darab tantermi csomag beszerzését tartalmazta. Ebből 7 darabot a Pálházi Székhely Intézményben szereltek fel. A pedagógus palettáját megnézzük, akkor elindultunk egyszer, amikor a táblától. Egy tábla és a kréta elég volt egy pedagógusnak a megfelelő eszközökkel, szülői segítséggel, hogy elérje, hogy a gyerek írni, olvasni, számolni, és az akkori kor igényének megfelelően tudásra tegyen szert. Hát a mai korban ez már nem elég, és ezért egyre bővebb lehetőségeket, eszközöket kell biztosítanunk, hogy eredményesen dolgozhassanak a tanulóink, illetve sikereket érjenek el. Hát ennek az eredményes munkának, az ő eredményes felkészülésüknek egy újabb lehetősége az interaktív tábla. Manapság a kiadók interaktív anyagokat is kibocsájtanak a tankönyvek mellé. Ezek segíthetik a tanárok munkáját. Azonban a pedagógusok saját maguk is készítetnek olyan anyagokat, melyeket használni tudnak a számítástechnika segítségével a mindennapi oktatásban. A lehetőségeink azok mindenképpen kitágulnak, és mivel én angoltanár vagyok, mondhatom, hogy főleg az idegen nyelv oktatásában nagyon sokat jelent, hogy egyáltalán vannak ilyen eszközeink. Eddig tulajdonképpen audiovizuális eszközöket alkalmaztunk, mert magnót szinte minden idegen nyelvi órán használunk. Vannak videokazettáink, illetve DVD-ink, amiket szoktunk nézni a gyerekekkel. Én azt hiszem, hogy mindenképpen a lehetőségeknek a bővülését jelenti az, hogy egyáltalán most vannak ezek az audiovizuális eszközökön kívül ezek az interaktív táblák is. A Pálházi Székhely Intézményen túl a Fűzéri, a Kishutai és a Kovácsvágási Általános Iskolák részesültek a pályázati támogatásból beszerzett számítástechnikai eszközökből.